Hazánkban ebben a hónapban zajlik a nemzetközi kiképzési esemény. 8 nemzet katonái, összesen 3000-en mutatták be az úgynevezett Brave Warrior elnevezésű hadgyakorlatot. A programban összesen 22 résztvevő ország, mintegy 25 000 katonája vesz részt. Ma délelőtt Várpalota térségében 3000 katona közreműködésével szimuláltak egy 21. századbeli alapvető problémát. Ebben a megépített határközi városban a 21. század egyik alapvető konfliktusát mutatják be a katonák. A polgárok a korrupció ellen tüntetnek. A polgármestert keresik a tüntetők. A szimulációban jól látható, hogy megérkeznek a tömegoszlatók is, akik a városvezető segítségére sietnek. A gyakorlat célja főként a katonai erők fogadása, állomásoztatása és a hadszintéri közös kiképzések gyakorlása. A Brave Warrior 2017 a visegrádi négyek országainak kiemelt jelentőségű gyakorlata, ami a regionális és a szövetséges katonai erők együttműködését demonstrálja. A Bakonyban, Várpalota térségében zajló gyakorlaton a lengyel, cseh, szlovák és magyar katonák mellett az amerikai, brit, horvát, illetve román fegyveres erők alegységei vettek részt, összesen mintegy 3000 katona. A gyakorlatot először még 2010-ben hajtották végre, majd a 2014-es évtől kezdve több nemzet is csatlakozott a programhoz, Magyarországon kívül például Bulgária és Románia is, és mintegy 25 000 katona vesz részt ezen a programon. A dinamikus bemutatót a honvédelmi miniszter értékelte. Az államok azért jöttek létre az emberiség történetében, hogy az állampolgárai biztonságát garantálják. States during the history of mankind have been created to guarantee the security and safety of their citizens. A biztonság a történelmi korokon át mindig is igénye volt, jogos igénye volt az embereknek. Ma sincs ez másként. Jogos igénye a magyar állampolgároknak, szövetségeseinknek és másoknak, hogy békében boldogulhassanak és élhessék a mindennapjaikat. Biztonság persze nincsen magától, a biztonságért dolgozni kell, és minden állam létrehoz hadseregeket, katonákat, rendőröket, fegyveres és rendvédelmi szervezeteket, hogy a biztonságát ilyen módon is garantálják. És természetesen a biztonságért nap mint nap dolgozni kell, azoknak, akikre legjobban számítunk a biztonságunk garantálásában, a katonáknak gyakorlatozniuk kell, fel kell készülniük az esetleges bajok orvoslására. Az államok azért jöttek létre az emberiség történetében, hogy az állampolgárok biztonságát garantálják, tette hozzá a honvédelmi miniszter, aki azt is hangsúlyozta, hogy a biztonság a történelmi korokon át mindig is jogos igénye volt az embereknek, és ma sincs ez másképp. Nagyon nagy kihívása minden hadseregnek az, hogy az adott korhoz igazítsa a harceljárásait, és láthattuk most a mai gyakorlat során, hogy egy vegyes gyakorlat volt, nem csak azért, mert 8 nemzet katonai álltak össze, hanem azért is, mert a civil elemek és bevonásra kerültek, a nem konvencionális hadviselés formáit is láthattuk. A 21. századtól a biztonságot vártuk, azonban ez nem így történt. Fontos, hogy napjaink konfliktus forrásait kezelni tudjuk, és kellő védelem legyen garantált a polgárok számára, tette hozzá Simicskó István. Látjuk, hogy a világ sajnos e felé megy, sok helyen alkalmaznak és vetnek be különböző országokon belül és kívül civileket, civil mozgalmakat, álcivileket, akik egyébként olyan szintű destabilizációs tevékenységet próbálnak meg létrehozni és végrehajtani az adott országban, amellyel az adott kormányt is megdönthetik. Tehát a mai korunkban egyszerre keverednek a katonai feladatok, katonai elemek és a különböző civil jelenségek, amelyek nehézé teszik a katonák helytállását. Azt hiszem, hogy mindannyian láthattuk, hogy a katonáink milyen szépen helytálltak, és milyen felkészültséggel tettek tanúbizonyságot arról, hogy ezt a feladatot is tudják orvosolni. Szeretném megköszönni a nagykövet uraknak, a vezérkari főnököknek, akik támogatták ezt a mai gyakorlatot. Az évente megrendezett bátorharcos gyakorlatot először azzal a céllal hajtották végre, hogy egy NATO műveletekre felajánlott zászlóaljharccsoport készenlétét ellenőrizzék. A mai gyakorlat előkészítése tavasszal kezdődött. A katonák, ahogy a miniszter úr is fogalmazott, tanúbizonyságát tették annak, hogy bárhol, bármilyen körülmények között és szövetséges rendszerben igenis erősek tudunk lenni. A mai hadgyakorlaton tehát kiválóan teljesítettek a katonák a vezérezredes szerint is. Bármilyen feladat végrehajtására a katonáink felkészítése megtörtént, a képességük pedig biztosítja,
hogy valóban békében, biztonságban érezhessük magunkat saját hazánkban és a világon egyaránt. Nem győzöm hangsúlyozni, köszönet a feladatban végrehajtott katonáknak, parancsnokoknak, személyállománynak, a logisztikának, köszönjük az együttműködőknek, a támogatóknak, és még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok a katonáinkra, mindenek előtt azért, mert ezt a feladatot is eredményesen, becsületesen hajtották végre, mindazok mellett, hogy több ezer katonánk van a határ mentén, ezer katonánk vesz részt békefenntartói feladatokban, egy lövész századunk van Észtországban 3 hónapos közös kiképzésen, és itt van ez a gyakorlat, amelyet saját szemünkkel tekinthettünk meg, győződhettünk meg arról, hogy katonáink nagyon jól tudnak együttműködni más nemzetek katonáival, eredményesen tudnak dolgozni. Kérem Önöket, a látottak alapján támogassák a Magyar Honvédséget, beszéljenek arról, szóljanak arról, hogy katonáink mire képesek, hogyan tudják a rábízott feladatokat végrehajtani. Ruszin Romulus parancsnok a gyakorlat részleteiről beszélt, és arról, hogy miért is nagy kihívás ez a katonák számára. Egy hibrid környezetet alkottunk meg közösen a 8 nemzet kollégáival. Ebben a legnagyobb kihívás az, hogy egyszerre a hagyományos hadviselésnek is meg kell felelni, és mellette a béketámogató műveletben előforduló feladatokat is párhuzamosan kell végrehajtani. Mi ebben a kihívás? A kihívás az, hogy nem olyan egyszerű átállítani a kapcsolót a katonák fejébe. Látták Önök is, hogy addig, amíg még a faluban meg kell védeni a polgármestert, ugyanakkor az erőszakos tüntető tömeget úgy kell kezelni, hogy lehetőleg ne okozzunk bennük kárt, addig a támadó konvencionális erőket, azokat meg kell semmisíteni. Ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozunk 2 külön harccsoportot, az egyik, amelyik azzal foglalkozik, hogy igenis semmisítse meg az ellenséget, a másik pedig próbáljon meg valóban a béketámogató műveletek kihívásainak megfelelni. Nagyon elégedett vagyok. Nem volt egy egyszerű munka, több mint 3 hétig, majdnem 1 hónapig dolgoztunk a kollégákkal közösen nappal éjszaka. A gyakorlat valós végrehajtás részében egymásnak engedtem az erőket. Létrehoztunk egy ellenséges erőt, az angol katonák vezetésével, magyar és amerikai katonák, és ezt az ellenerőt kellett megsemmisíteni a másik 2 zászlaj harcsoportnak, az egyiket ugye az amerikai 410-es Cavalry vezette, a másikat pedig a magyar vezetésű V4 zászlóaj. Nappal éjszaka folyamatosan ment a harc, és értékeltük, hogy ki milyen sikerrel hajtotta ezt végre. Ez biztosította azt a felkészülést, hogy itt egy egynapos felkészülés után meg tudjuk Önöknek és előjáróinknak mutatni azt, hogy mire is képes a magyar katona, hogyan tudunk vezetni 7 másik nemzetet, akik elfogadják a parancsainkat és követik azokat, és milyen egyszerű együttműködést tudunk szervezni, hogyha megvan a közös nyelv, és itt nem csak az angolra gondolok, hanem a harceljárás a közös nyelve is. Mintegy 2000 katona jött, ahogy említettem, 8 országból majdnem 5000 különböző technikai eszköz vett részt ebben a gyakorlatsorozatban. Egy amerikai zászlóaj harccsoport érkezett, egy román század érkezett hozzánk, egy angol könnyűlövész század érkezett hozzánk, a lengyel, a cseh és a szlovák szakaszerővel, lövész szakaszerővel képviseltették magukat, és itt voltak a horvátok egy harckocsi szakaszsal, és természetesen az 5-ös dandár egy zászlóaj harccsoportja biztosította azokat a vezetési kereteket, ami elengedhetetlen. Valóban egy külön kihívás volt ezt logisztikailag támogatni, ha csak az üzemanyagot tekintjük, ha csak az étkezést tekintjük, az utánpótlást tekintjük, ez bizony 8 különböző rendszer, amit azért sikerült megoldani a kollégáknak. A feladata, ahogy említettem, az volt, hogy egy ellenerő, alapvetően a brit századra tettük ezt a felelősséget, és a másik 2 zászlói harcsoport, az amerikaiak játszották most a konvencionális, a hagyományos hadviselés feladatait, míg a V4 országokat vezető magyar keretzászlóaj az a béketámogató műveletekben próbálta integrálni a V4 országainak. Simicsko István honvédelmi miniszter az esemény végén valamennyi katonát szakmai elismerő oklevélben részesített.